Tisztelettel köszöntöm az online konferencia résztvevőit. Remélem, hogy jól látható, és ami fontosabb, jól hallható is vagyok, illetve leszek. Polai László vagyok, az Agrárminisztérium közös agrárpolitika végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárságáról is arra kaptam felkérést, hogy röviden ismertessem a megjelentetni tervezett az állattartó telepek fejlesztésére szánt támogatási lehetőségeket. Ennek próbálok most a következő 20 percben eleget tenni. Mindenekelőtt, ha megengedik, csak egy nagyon rövid kitérést tennék, hiszen a pályázati felhívások, a vidékfejlesztési támogatási lehetőségek most az úgynevezett kapstratégiai terv alapján jelennek meg, de ugye nem vagyunk előzmény nélküliek, volt egy vidékfejlesztési programunk, illetve van egy vidékfejlesztési programunk még most is, és itt láthatják, hogy kiemeltem, hogy több mint 3500 állattartó telepi fejlesztéshez nyújtott a vidékfejlesztési program az elmúlt években támogatást több mint 500 milliárd forint összegben. Tehát az új időszakban is van mire építenünk ilyen szempontból, és ezt meg is tesszük, ez jól tükröződik abban is, hogy a pályázati felhívások, amik majd hamarosan meg fognak jelenni, azért sok tekintetben nem fognak újdonságot hordozni, akik az előző időszakban már bármilyen okból kifolyólag találkoztak a támogatásokkal, azért azt gondolom sok ismerős részlettel fognak ismét szembesülni. És akkor a vidékfejlesztési programra vonatkozó rövid kitekintés után áttérnék a mostani időszakra. A kapstratégiai tervünk alapján az idei év, a 2024-es év a vidékfejlesztési pályázati felhívások, a vidékfejlesztési támogatások éve lesz. Itt láthatják az eddig megjelent pályázati felhívásokat. Többek között egyébként a múlt héten megjelent a két feldolgozóipari támogatásokat jelentő pályázati felhívás is. Ezekről néhány héttel ezelőtt már hasonló keretek között ebben az online térben volt szerencsém szólni néhány mondatot. Itt szeretnék is utalni arra, hogy ezek június 13-án múlt héten megjelentek, és abban bízunk, hogy hamarosan ez a táblázat tovább fog bővülni, többek között azzal a kettő pályázati felhívással, amiről most fogok szólni. Ugye az új időszakban, ahogy említettem, építünk a mögöttünk hagyott évek tapasztalataira, de azért vannak újdonságok. A legfontosabb alapelveket, a beruházási támogatásokhoz kapcsolódó legfontosabb információkat foglalja össze a reményeim szerint most önök előtt lévő és jól látható néhány mondat. Ugye az új időszakban azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy olyan projekteket szeretnénk támogatni a minisztérium részéről, ahol minél inkább tükröződik a pénzügyi megalapozottság, amik hozzáadott érték növelést garantálnak, illetve fontos elvként tekintünk arra, hogy a pályázók rendelkezzenek egy bizonyos értékesítési biztonsággal, ami azt jelenti, hogy lehetőleg tartós üzleti kapcsolatokat tudjanak felmutatni, illetve preferáljuk azt, hogyha a gazdák termelői együttműködésekben vesznek részt. Ez általánosan igaz, nem csak az állattartókat érintő fejlesztési támogatásokra, hanem akár a kertészetre is. Ezen kívül elmondhatjuk, hogy folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy több esetben külön választjuk a kis és nagy projektek támogatását, ez azt jelenti, hogy kettő pályázati felhívást jelentetünk meg ugyanabban a témában. Ez egyébként a mai előadásom tárgyát jelentő felhívások esetében is így van. Támogatási intenzitásoknál a pályázók a korábbi évekből már megszokott 50%-os alaptámogatási intenzitással fognak találkozni, de bizonyos esetekben ez a mérték emelkedhet. Ugye többek között az ökológiai gazdálkodás esetében, ami kifejezetten a mai eseménynek a témája, de erről majd még később a felhívások kapcsán szólok részletesebben. És általános elvként még megemlíteném, hogy
igyekszünk több időt hagyni a korábbiakhoz képest a felkészülésre. Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy megjelennek a pályázati felhívások, legalább 60 vagy akár 90 nap fog rendelkezésre állni a támogatási kérelmek benyújtására. Érdemes áttekinteni azt, hogy a miben mások ezek a kiírások alapjaiban, mint a korábbi időszaknak a támogatásai. Ugye mindig fontos beszélnünk a belépési küszöbről, a jogosultsági feltételekről. Itt ugye jól látható, hogy a korábbi időszakban 6000 úgynevezett standard termelési érték, most pedig 10000 standard termelési érték a belépési küszöb. Itt példaként olvasható, hogy ez körülbelül 480 darab tojótyúkot jelent, vagy 6 darab szarvasmarhát, hogyha az állattenyésztésről beszélünk. Belépési küszöb a mezőgazdasági árbevétel arány is. A korábbi időszakban 50%-ot kellett tudni felmutatni a teljes árbevételen belül, ez most csökkent 40%-ra, és változásként említhető talán az is, hogy a különböző termelői együttműködések, az állami elismeréssel rendelkező együttműködések, így például a termelői csoportoknak már nem kell külön bonyolult igazolásokat benyújtani az előző egyben általam ismertetett feltételek, tehát a üzemméret és az árbevétel kapcsán, önmaguknál fogva a mezőgazdasági termelőnek minősítjük őket, tehát egyszerűsített ilyen szempontból a termelői együttműködések helyzete. És akkor ténylegesen ráfordulva a két pályázati felhívásra, kicsit a részletekről szólva, ugye azt azért szeretném hangsúlyozni mindenek előtt, hogy az, amit én most elmondok, illetve amit most olvashatnak, azok még mindig csak tervek, hiszen a pályázati felhívások még nem jelentek meg. Ettől függetlenül azért azt is kimerem jelenteni, hogy az, amit elmondok, illetve az, ami most itt olvasható, azért az több mint 90%-os valószínűséggel a végső megjelenő pályázati felhívásokban is így lesz, de ennek ellenére azért azt hangsúlyoznom kell, hogy megjelent felhívások hiány jelenleg még csak tervezetekről tudok alapvetően beszélni. Ugye kettő pályázati felhívást fogunk kiírni, ahogy már említettem, ezzel folytatjuk a vidékfejlesztési programnak a gyakorlatát, hiszen jó visszajelzések érkeztek hozzánk azzal kapcsolatban, hogy ezt a szakma, illetve a pályázók is jól fogadták. Tehát gyakorlatilag lesz egy állattartó terepek fejlesztésének támogatása című felhívás, amit mi röviden ATFT-nek rövidítünk, illetve lesz egy állattartó terepek megújításának támogatása, elnevezésű kiírás, amit ATMT-nek rövidítünk. Előbbi 150, utóbbi 50 milliárd forintos keretösszeggel kerül majd kiírásra, és ugye előbbi, tehát az ATFT felhívás célja a nagyobb léptékű, nagyobb, komplexebb fejlesztéseknek a támogatása. 200 millió forint támogatási összegtől indul ez a felhívás, és egészen 5 milliárd forintig akár, ez is egy változás. Korábban a vidékfejlesztési programban egy projektre ennyi támogatást nem lehetett egyszerre igényelni. Az ATMT, tehát a kicsi, mondjuk így a kicsi felhívás pedig, ugye ott végződik, ahol a másik kezdődik, tehát itt maximum 200 millió forintot lehet igényelni. És ezen belül vannak még összeghatárok. A felhívás, de erről még majd fog szólni egy dia, 4 darab célterületből fog állni, és a harmadik meg a negyedik célterületen külön támogatási összeghatárok kerültek meghúzásra, ezt itt olvasható, hogy van egy 500, illetve egy 30, és a kicsi felhívásnál pedig egy 50, illetve 30 millió forintos támogatás. Tehát aki ilyen célokra is szeretne támogatást igényelni, annak erre még figyelemmel kell lenni. Különbség a kettő felhívás között, hogy a nagy komplex projekteket támogató kiírásban 36 hónap fog rendelkezésre állni a nyerteseknek a projektjük végrehajtására. Ez is egy változás, hiszen a vidékfejlesztési program keretében ez 24 hónap volt. Itt a dián olvashatók a támogatott fajok, ezekben nincs semmi változás, gyakorlatilag azt gondolom, hogy minden olyan gazdasági haszonállat kapcsán igényelhető fejlesztési támogatás, ami Magyarországon releváns, és ami az elmúlt években is elérhető volt. Nem sorolom most fel ezeket, mindenki olvashatja, azt gondolom, ebben nincs is meglepetés.
Ugye biztos vagyok benne, hogy sokan tudják, hogy ezek a kiírások, ugye mondtam az előbb, hogy még csak tervezetek, de a tervezeteket egyébként már közzétettük korábban. Ez az úgynevezett általunk társadalmi egyeztetésnek nevezett folyamat keretében. Tehát itt a honlapunkon bárki elolvashatta, sőt véleményezhette, és el is árulom, hogy rengeteg észrevételt kaptunk, tényleg nagyon sokat, és ezeknek az észrevételeknek a hatására őszintén mondhatom, hogy történnek is, történni fognak változások a végső, majd megjelenő pályázati felhívásokban. És akkor a mai napnak, a mai konferenciának a vezérfonalára kicsit konkrétabban is szeretnék kiszérni. Ugye az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezettek kapcsán az a döntés született a kapcsolatégiai tervezése során, hogy a korábbiakhoz képest is egy kicsivel még jobban kiemelésre kerülnek a beruházásokat támogató kiírásokban, és nyilván ez jól mutatja a minisztériumi törekvéseket, szándékokat, azt, hogy akár az ökológiai gazdálkodás elterjesztéséhez kapcsolódóan, akár a kapcsolódó stratégiai terve megfogalmazott célokat is szeretnénk ezzel jobban segíteni. Így ebben a kettő pályázati felhívásban is az ökológiai gazdálkodás folytató kedvezményezettek 10%-kal megemelt támogatási intenzitásban részesülhetnek az alapintenzitáshoz képest. Ez tehát konkrétan azt jelenti, hogy például egy átlagos, mondjuk így most átlagos pályázó, mondjuk egy istállót 50% intenzitással tud megépíteni, az ökológiai gazdálkodást folytató pedig 60%-os támogatási intenzitással. Erre akkor van lehetősége, hogyha a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben, tehát ez ugye praktikusan jelenleg azt fogja jelenteni, hogy a 2023-as évben, ha valaki még idén akar majd benyújtani kérelmet, legalább 10 000 standard termelési értékű ökológiai üzemméletet fel tud mutatni, illetve az állattenyésztési ágazathoz kapcsolódó üzemmérete legalább 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú. Tehát ez a két feltétel, ez a két beugró küszöb társul a plusz 10% támogatás intenzitáshoz. Aki ezt a 2023-as év tekintetében tudja igazolni, és hát egyébként ugye az üzemméret egyébként is ugye alapjogosultsági feltétele, ugye azt elmondtam, hogy legalább 10 000 standard termelési érték, tehát erre a vizsgálatra egyébként is sor kerül. Ez itt egy ahhoz kapcsolódó kiegészítés, akkor jogosult el a plusz 10%-ra. És ugye itt kiemeltük, aláhúztuk, hogy itt volt egyeztetés az elmúlt hónapokban az ellenőrző tanúsító szervezetekkel, és így nem is kell a pályázóknak, tehát az öko pályázóknak külön papírral, külön dokumentummal készülni, egyszerűen csak jelezni kell a támogatási kérelem benyújtásakor, hogy ő úgy gondolja, hogy egyébként erre jogosult, mert teljesíti ezeket a feltételeket, és akkor a Magyar Államkincstár fog adatkéréssel fordulni az ellenőrző szervezetekhez, és ők fogják igazolni alapesetben a kincstár részére, mint a mi eljáró szervünk részére, azt, hogy valóban az adott pályázó tekintetében megállja a helyét ez a státusz, és akkor a pályázó jogosult lehet a támogatásra, tehát külön adminisztrációs teherrel sem fog járni ez reményeink szerint a pályázóknak. Továbbá, ami még a plusz intenzitáson kívül elmondható, hogy a tartalmi értékelés során is előnyben részesülhetnek az ökológiai gazdálkodás folytatók. Azok, akik a plusz 10% intenzitással szemben támasztott feltételeknek megfelelnek, a tartalmi értékelés pontozás során plusz 5 pontban részesülnek. És azért azt még fontos kiemelnem, itt felkiáltó jellel olvashatják is, hogy aki viszont részesül ezzel ebben a plusz intenzitásban, úgy köteles is ezt az arányt fenntartani, tehát a minimum 30%-os üzemméretét fenn kell, hogy tartsa, tehát az nem lehet, hogy utána 3 év múlva már nem lesz ökológiai gazdálkodó, ha erre sor kerül, akkor vele szemben szankció kerül érvényesítésre, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy akkor
visszakövetelésre vagy levonásra került tőle az a támogatási összeg, amivel egyébként többet kapott ezzel a plusz 10%-nyi mértékkel. Tehát röviden így lehet összefoglalni az ökológiai gazdálkodást folytatókkal szembeni, vagy velük kapcsolatos kiemelésünket, előnyöket, elvárásokat. Aztán még kicsit a két felhívásról szólva. Ugye, ahogy említettem, ez a két felhívás négy célterületből fog állni. A négy célterület az különböző tevékenységeket jelent. Az első célterület, itt sok-sok példa is olvasható, mondjuk így legegyszerűbb, legegyértelműbb, ez az általános építés, általános gépbeszerzés, a legalapvetőbb állattartó terepi fejlesztéseket értjük ez alatt. Én nem fogom most felolvasni, nyilván rengeteg példát lehetne mondani, az istállóépítéstől kezdve a legkülönbözőbb eszközök, gépek beszerzéséig. A második célterület az az úgynevezett zöld célterület. Ez gyakorlatilag energetikai fejlesztéseket jelent, tehát megújuló energiával működő technológiák, például napelemek, napkollektorok, meg bármi másnak a beszerzése, illetve energetikai korszerűsítéseket, épület felújításokat is ezen a célterületen belül támogatunk. A harmadik célterület az az ammónia kibocsátás csökkentése érdekében vállalt tevékenységeket foglalja magában. Itt gyakorlatilag leginkább különböző trágyakezeléshez kapcsolódó tevékenységekre kell gondolni, trágyakezeléshez kapcsolódó korszerűsítésekre, vagy magára akár trágyatáró építésére. Tehát ammónia üvegház kibocsátást eredményező tevékenységekről beszélünk. A negyedik célterület az pedig járványvédelmi beruházásokat foglal magában, illetve a sertéságazat esetén egy speciális tevékenység is bejön a képbe. A farokkultítás visszaszorítása céljából támogatunk majd karám átépítést például. És ugye felmerült a kérdés, hogy miért van erre szükség, erre a bontásra. Azt mondhatjuk, hogy a második, a harmadik, meg a negyedik célterületen olyan tevékenységeket támogatunk, amelyek mondjuk így, hogy az Európai Uniós szinten különös figyelmet érdemelnek, illetve a bizottság is ezekkel kapcsolatban hát elvárásokkal van a tagállamok felé. Ennek megfelelően a programunk is külön úgynevezett beavatkozásokban támogatja ezeket a tevékenységeket, és a pályázati felhívás ilyen formán magát a programot képezi le azzal, hogy négy célterületet nevesít, illetve ezt a három célterületet külön nevesíti, és ami ugye nagyon fontos, hogy más a támogatási intenzitás. Egészen pontosan a megújuló technológiákat 70% támogatási intenzitással tudjuk támogatni, az ammónia, üvegház, kibocsátás csökkentő technológiákat, építéseket 80%-kal, és a járványvédelmi beruházásokat szintén 70% támogatási intenzitással. Tehát itt az 50-hez képest ugye egy jelentős eltérés van, és ezért is fontos azt, hogy ezek külön jelenjenek meg a felhívásokban. És még azt is el szeretném mondani, hogy a harmadik, illetve a negyedik célterület kapcsán a pályázati felhívások majd tartalmazni fognak egy-egy külön mellékletet, ahol ugye lesz egy taxatív felsorolás az egyértelműsítés érdekében, hogy mik azok a tevékenységek, amik itt támogatottak, pontosan azért, hogy ezeket jól el tudjuk választani az első célterülettől, tehát az alapvető technológiáktól, és a kiemelt támogatási intenzitás ilyen formában egyértelmű legyen. Aztán olvashatják még itt a különböző korlátokat, illetve különböző tevékenységeket. Most ezeket én nem olvasnám fel, mint csak egy-két dolgot emelnék ki. A nagy felhívás, tehát az állattartó telepek fejlesztésének támogatási című felhívásban támogatott lesz az energetikai célú biogáz erőművek létrehozása is, mert kaptunk erre vonatkozó jelzést, hogy erre van igény. Ez egy újdonság, a vidékfejlesztési program keretében nem támogattuk, nem tudtuk támogatni a kifejezetten energiatermelő céllal létesített biogáz erőműveket. Ez ugye azt jelenti, hogy egyébként minden más megújuló energiás technológiánál azt várjuk el, hogy a megtermelt energia mennyisége nem lépheti túl az adott állattartó terep saját fogyasztását, saját energetikai szükségletét.
Nos, ez alól a szabályról a biogáz erőművek esetében ennél a felhívásnál kivételt fogunk tenni. A biogáz erőművek természetesen alapvetően azzal a célral jönnek létre, hogy sok-sok energiát, akár villamos energiát, akár úgy abban már biometánt állítsanak elő. Ez erre itt, akinek erre van szándéka, lesz lehetősége. A másik felhívásnál, az ATMT-nél pedig talán azt emelném ki, hogy itt lehetőség lesz egy darab, legfeljebb 85 kg teljesítményi traktor beszerzésére is, maximum 12 millió forint erejéig. A további tevékenységek, korlátok pedig olvashatók a DM. Említettem már, hogy a korábbi időszakban 24 hónap át rendelkezésre a végrehajtásra, most a nagy projektek esetén ezt felemeljük 36 hónapra, de azért itt egyéb szabályokkal fognak szembesülni a pályázók, egészen konkrétan azzal, hogy 12 hónapon belül 10%-kal, 24 hónapon belül 60%-kal el kell tudni számolni. Nyilván erre azért van szükség, hogy a projektek előrehaladását biztosítottnak lássa a támogató, ezért ezekre a szabályokra szükség van. Ismét csak újdonság, hogy biztosítékmentes előlegigénylésére lesz lehetőség legfeljebb 25%-ig, és a nagy felhívás esetében legfeljebb 500 millió forint összegig. Ugye korábban azért az előlegigénylés bonyolultabb volt, mert biztosítékot kellett minden esetben felmutatni. És végül, és ezzel zárom majd a mondani valómat, néhány olyan információ, néhány olyan mondat olvasható itt, amik gyakran visszaköszönnek a különböző felhívásokban, kérdéseket kapunk rá, és ezért is szeretnénk kiemelni. Három árajánlat benyújtása minden esetben gépeszközbeszerzés esetében kötelező lesz, nem tudunk ez alól felmentést adni. Tehát kizárólag új gépek beszerzését támogatjuk, ugye használt gépek beszerzését nem, de újnak tekintjük a legfeljebb 3 éve gyártott, még üzemben nem helyezett gépeket is. Ez korábban 2 év volt, tehát itt a 2 év 3-ra emelkedett. Ugye fontos azt is kiemelni, hogy a vidékfejlesztési program keretében is voltak hasonló célú pályázati felhívások, ahogyan arra már az előadásom kezdetén is utaltam, és itt beépítésre kerül egy olyan szabály, hogy az ezen felhívások keretében nyertesek csak akkor nyújthatnak be támogatást újra ezekre a kiírásokra, ha a korábbi projektjüket már igazoltan megkezdték, ami azt jelenti, hogy legalább egy kifizetési kérelmet már benyújtottak. Ha ezt nem tették meg, akkor itt nem részesíthetők addig támogatásban. Aztán fontos tudni, hogy a kettő felhívás egymást kizárja, tehát a kicsi meg a nagy felhívásunk egymást kizárja, tehát ugyanazon kedvezményezett csak az egyik felhívásban részesíthető támogatásban. És végül még azt emelném ki, hogy vannak nem hiánypótoltatható szempontok, ezt mindenképpen fontos a pályázat elkészítésénél szem előtt tartani. Minden esetben tervező nyilatkozatot kérünk a nem építési engedélyköteles tevékenységekről, tehát a tervező lenyilatkozza, ha van olyan tevékenység, ami nem építési engedélyköteles. Be kell nyújtani az építészeti műszaki tervdokumentációt, nyilván ezek akkor érdekesek, ha egyáltalán tartalmaz az építést a tervezett projekt, és kell legalább egy árajánlatot is benyújtani. Ezekkel gyakorlatilag arra próbáljuk ösztönözni a pályázókat, meg talán a pályázatírókat is, hogy minél teljesebb anyagot nyújtsanak be. Nyilván a legjobb az volna, és a legszebb az volna, hogyha rögtön bejönne minden, ami kell, és nem is lenne szükség hiánypótlási felszólításra. Azért ez elég ritka, de ezekkel egy kicsit próbáltunk a szigorúbb szemlélet irányába elmenni. Ugye azt jelenti, hogy ha ezek nem történnek meg, akkor a pályázó azonnali automatikus elutasítással fog szembesülni. És az ökológiai gazdálkodás folytatóknál azért azt kiemelném, hogy mindenképpen szükséges az itt olvasható 2 melléklet, ami ugye a standard termelés érték, az alapstandard termelés érték megállapításához szükséges. Már abban, mert ez releváns, mert nem minden esetben relevánsak ezek a kormányhivatal, illetve hatósági átolós igazolások.
de hogyha relevánsak, akkor ezt is be kell nyújtani a támogatási kérelemhez. Ha ez nem történik meg, akkor a plusz 10% támogatási intenzitástól el fog esni a, egyébként akár ökológiai gazdálkodó is, úgyhogy erre kérem, hogy akit ez érint, az nagyon figyeljen. És akkor végül zárnám is a mondani valómat, azzal zárnám, hogy nyilván a legfontosabb kérdés az lett, hogy mikor jelennek meg ezek a pályázati felhívások. Most azt tudom mondani, hogy abban bízunk, hogy néhány héten belül megjelenhetnek, és amikor ez megtörténik, akkor a most látható honlapon fognak megjelenni. Ez a kap.gov.hu oldal, itt láthatják, hogy hol vannak a vidékfejlesztési támogatások, itt érdemes figyelni a híreket, itt fognak megjelenni ezek az új pályázati felhívások is. És igazából nekem már csak annyi maradt a szerepem, hogy megköszönjem a megtisztelő figyelmet. Remélem, hogy tudtam érdemi információkat szolgálni, és természetesen, hogyha esetleg volna kérdés, akkor akár a konferencia szervezői által is szívesen veszük azokat. Köszönöm szépen a figyelmet, és további jó konferenciát kívánok!